Ahogy valahol le is írtam, hogy a mai rohanó embereknek egy kis fényt szeretnék adni. Adni szeretnék, és ezt nem mindenki érti meg. És ezért van, aki meg sem nézi, nem hajlandó megnézni. Mert ez csak rongy, ez nem festmény. És ugyanakkor, hogyha megnézi, aki megnézi, és van szíve hozzá, annak egy kis fényt tudok csalni az arcára, és akkor én már akkor a célomat elértem. Reel Kata szekszárdi alkotó nyugállományba vonulását követően keresett magának olyan elfoglaltságot, amelyben örömét leli, szabadon alkothat és örömöt szerezhet másoknak is. A textil képekben és a versekben találta meg mindezt. A varázsban saját technikát fejlesztett ki, amit folyamatosan csiszol. Ábrázol épített környezetet, vannak tájképei és csendéletei, a valóság, illetve fantázia szülte képek egyaránt. Mindegy kedvenc, mert örömet csinálok virágokat, örömet csinálok tájat, vagy ezek a tájak víziók, tehát ez egy elképzelt dolog, mert nem így néz ki Őcsény, nem így néz ki Szekszárd, nem így néz ki Diósberény, ezek a három szívem csücske, azért csináltam meg ezeket. Tehát úgy, ahogy a festőktől tanultam anélkül, hogy ők technikát mutattak volna, mert itt ugye én az ő technikájukat nem tudom alkalmazni, de azért egy-két dolgot ellestem tőlük, ugyanis bárkatag vagyok, és ott csupa festők vannak, és én óhatatlanul is eltanultam tőlük dolgokat. Hogy mi a szép, azt kimondja meg, a vén föld talán, mi körbe megy. A nappal fénye, a csillagok, tán a lét, miben csak ballagok. Reel Kata paksi kiállításán képei mellett verseit is megismerhette a közönség, Halásztisza Veronika és Gyulai István előadásában szóban is megzenésítve. Reel Kata Mesélek és játszom című tárlatát Gyulainé Rostási Rózsa ajánlotta a közönség figyelmébe.